Elindul a tavasz, és ilyenkor nagyon sokszor halljuk azt, hogy lugosítás. Kell-e lugosítanunk, ha igen, hogyan, vagy átverés az egész? Én azt gondolom, hogy létezik. Mintegy 40 éve, 1970, a 70-es évektől kezdve létezik olyan, hogy bázikus vagy lugosító élelmiszerek. A szervezetben működik több puffer rendszer. Ugye a puffer azt jelenti, hogy közömbösítő, savtalanító rendszer. Az egyik az az emésztőrendszer, ugye a hasnyálmirigy, ugye a gyomor savat közömbösíti. Másrészt a vese és a légzés, a tüdő, illetve a bőrszövet is. Tehát több semlegesítő rendszerünk is van, és a szakemberek, orvosok azt mondják, hogy ezek elegendő védelmet nyújtanak ahhoz, hogy az ember folyamatosan megőrizhesse a saját szervezetének a pH értékét. De ha lugosítok, akkor egyébként mit lugosítok? A vér pH-ja, az állandó. Kémhatása állandó. Viszont minden táplálkozás után, a lebontáskor képződnek savak, egyrészt képződnek, másrészt a belső égési folyamat során is savak képződnek, almasav, fumásav, stb. Stb. A lényeg, hogy savak képződnek emésztéskor, savak képződnek az égés során, ezeket a savakat a szervezet közömbösíti, és hát, mint tudjátok, széndioxid és vízre bomlik végül minden, és a széndioxidot kilélegezzük, ezért, ha mondjuk vesztek néhány mély lélegzetet az ablakhoz menve, akkor már is savtalanító légzést hajtottatok végre, mert több széndioxid távozott. Ugye nem azért jó, mert tehermentesíted ezt a puffer rendszert? Mindenképpen. Ugye? A testedzés, a mély hasi légzés, az teljesen nagyon jó savtalanít, és a lugosító táplálkozás. Én szerintem a szakemberek azt gondolják, hogy eltúlozzuk ezt a kérdést. Ahogy a kandida kérdést is sokan eltúlozták, hogy mindent a gomba okoz, nem szabad áttestünk a ló túlsó oldalára. Az állandó lugosítást sem tartom szerencsésnek, hogyha valaki az év minden napján 2 liter lugos vizet megiszik. A szakma szerint vannak savas vegyhatást okozó élelmiszerek. Itt olvasom a tápanyagtáblázatban, vannak lugos vegyhatást okozók, és vannak a semlegesek. Jó, ez erről... egy létező dolog. De hogy mit érünk azzal, ha lugosak vagyunk, vagy mit veszítünk azzal az ember háztartása, vagy pH-ja mondjuk savast? A felesleges savakat a szervezet a kötőszövetbe áramoltatja, elindul egyfajta hízás, ez egy védelmi mechanizmus. Rákbetegségre hajlamosít az elsavasodás, szív- és érrendszeri problémákra, érelmeszesedésre, csontritkulásra, amivel a kálcium köti a savakat részben, és ugye semleges sót képez, ezért a csontokból és a fogakból fog távozni a kálcium. Nézzétek meg, hogy ezek népbetegségek, amiket én most sorolok. Immunrendszeri gyengülés, fáradékonyság, memóriazavar, általános rossz közérzet, úgy nevezzük, hogy diszkomfort, vesekő képződés. Nőknél narancsbőrt is okozhat, mivel amikor túl sok a sav a testben, akkor a szervezet ezek közömbösítésére koncentrál, és nem a gyökfogásra, ugye a szabad gyökök fogására, és a bőrben is ez kifejeződik. De elég sok probléma hátterében állhat a túl sok sav. Tehát a folyamat, a puffer rendszerek működnek, de hogyha ugye a világunk arra felé halad, hogy túl sok a sav képző élelmiszer, és túl kevés a lugosító, a gyümölcs, a zöldség, tehát az arányok tolódtak el, és olyan mértékű sav képződik a testben, amit a puffer rendszerek már nem nagyon bírnak el. Hopszi. Láthatjátok, hogy jön olyan e-mail, amelyik azt mondja, hogy ez fantasztikus, és abszolút tapasztalják a jó hatását. Van olyan e-mail, hogy itt olvasom, akik azt írják, hogy ilyen orvos, biológus ismerőseim hatalmas butaságnak tartják az egész témát, amiről beszélgettek. Látjátok feketén-fehéren, hogy egyértelműen a szakma leírja, hogy savképzők, vagy bázis, illetve bázisképzők és semlegesek. Nyilván nem mondjuk azt, hogy minden és mindennek az ellenkezője ezen áll vagy bukik. De azt mondjuk, hogy borzasztó fontos, akinek például vesekőképződésre való hajlama van. Ott a szakember előírja, attól függ, milyen vesekő van, mondjuk húgysavas vesekőképződés esetén a lugosító étrendet. De abszolút létező dolog. Németországban tőlünk nyugatabbra már sokkal elfogadottabb. Na nézzünk akkor egy-két konkrétumot, mik a savasító vagy elsavasító ételek, a mindennapi, mindennapi húsfogyasztás, húskészítmények, halak, szárnyasok, sajnos savasítanak, kagyló és tengergyümölcsei. Hát ez mondjuk a magyar lakosságra. Nem, tojásos ételek és a sajtok. Sajnos a szalonna is savasít. Földi mogyoróból készült termékek, egyes diófélék kivéve, a gesztenye, kókuszdió és a mandula, amik lugosítanak. A kenyerek. Hogyha valaki eszik mondjuk rántott húst, és bőolajba megsüti, majd fehér rizst fogyaszt hozzá, ecetes uborkát, majonézt, ez kifejezetten egy savasító vasárnapi ebéd, és még azt sem nyújthat vigasztalást, hogy mondjuk húsleves van előtte, utána pedig esetleg tortaszelet. Ugye ez egy teljesen elsavasító étrend, vagy hát menü, és ha megnézitek, egy ilyen ebéd után elálmosodunk, elfáradunk, fejfájással kelünk föl, ha lefekszünk, ez a savasodás hatásai közé tartozik. Azt mondjuk, hogy 30% savasító és 60-70% lugosítónak kellene lenni az étrendben.
eredményben, sajnos Magyarországon nem valósul meg. A kisgyermek és gyermek szervezetében a lugosító mechanizmus egészen jól működik, ráadásul ő jól lélegzik és jól mozog. A gyerekek még hasilégzéssel lélegeznek, csak később alakul ki a felső mellkasilégzés felnőtteknél. Visszatérve, mandula, gesztenye, kókuszdió, ugye az már lugosít, minden zöldség és főzelékféle lugosít, kivéve a lencse és a kukorica. Tehát a zöldségek, a főzelékek, répafélék, gyökerek, petrezselyem, zöld, spenót, avokádó, kifejezetten. Jó, nem is kell végig sorolni, tehát hogy tulajdonképpen a minden zöldség, ugye? Minden gyümölcs, a gyümölcsök közül, bocsánat, a szilva és az áfonya nem. Tehát aszalt áfonyát fogyasztunk, de nem minden nap. Aszalt szilvát fogyasztunk, de nem minden nap. Ezek savasítatnak. Tehát vicces, hogy a citrom, ami ugye savanyú, az lugosít. Azt gondolnád, hogy savasít, de hogy ez közben nagyon durván lugosít. Egy jó reggeli citromlé abszolút lugosít, grapefruitlé lugosít és epetisztító, narancslé is. Ezek nem okoznak problémát, ezek hiába savanyúak, lugos vegyhatást eredményeznek a testnedvekben, tehát nem a vérben, hanem kötőszövet, nyirokrendszer, vizet, stb. Mi van a kismamákkal? Természet például ezt megoldja, nem? Hogy a gyerek szervezetében olyan kerüljön a kismamám keresztül, ami jó. Hát én például a kismamáknál nem biztos, hogy megpróbálnám valahogy befolyásolni mesterséges módon. A várandós anyukáknál nem ajánlom a kifejezett lugosítást, illetve szülés után, szoptatási időszakban sem. Kisgyermekeknek, újszülötteknek az anyatej révén rendkívül jól lugosító mechanizmusok. És ne felejtsük el, hogy a magzati korban, ugye a magzat körül lévő magzatvíz is gyengén lugos kémhatású. Tehát a női szervezet nagyon jól föl van erre készülve. A probléma akkor van, amikor a korral együtt jár egy fokozottabb savképződés. 40 év fölött már elindul a fokozottabb savképződés, tehát nem a várandóság, nem a szülés, nem a kisgyermekkor, hanem inkább a felnőtt időskorról beszélünk, változókorról beszélünk. Nézzünk egy-két SMS gyorsan, jó? Mert vannak kérdések, minden reggel citromos víz, jó? Mert hogy savas érzete van, erről ugye beszéltünk az előbb. 2 deci citromos vizet iszik meg, Zoli. Jó? Vízzel higítjuk és hasznosnak tartjuk, de méz, cukor természetesen nem kell hozzá. Túllugosítással is vigyázni kell, én a kórházba kötöttem ki miatta, írja Ági. Jó volna erről személyesen beszélni, hogy ez hogy történt. Én is tartom, a túllugosítás miatt a szervezet átesett a ló túlsó oldalára, de én még ettől nem tartok, kivéve ha valaki, most így fogalmazom, hogy szélsőségesen lugosít. Almaecet vízben oldva. Fogyasztva alkalmas a lugosítás, a Gabesz kérdezi. Almalé, az ecetsav, vagy az almaecetben lévő ecetsav sajnos nem segíti ezt a folyamatot. Az almalében van cukor. Ha mondjuk az gyümölcscukor jó, de hozzáadott cukor az már nem, ugye? Mondjuk a nyers alma a legjobb, az aszalt alma még jobb, de az almalé is lugosít, így van. Ismeritek a zöld turmixokat egyébként? Zöld turmixok. Igen, turmixok, igen. Néhány zöld dolgokból, gyógynövényekből, csalámból, gyermekláncfűből készülnek zöld turmixok, spenótból, nyersbenótból. Abból koszorút is lehet. Igen, és a klorofil tartalmúak erősen lugosítanak, ilyen zöld porok is vannak egyébként forgalomban. Tehát ezek lugosító porok, vannak ilyenek. Tehát furad, akkor a gyomoros égésre is jó a citromsav. Tehát a gyomor égés az sokszor savasodás jelent az értékhez? Például valaki fehér kenyeret eszik, lisztet eszik, hogy elkezdi elhagyni a glutén, megszűnik a gyomor égés. Arra lehet más oka is, refluxnak is a gyomor problémáknak, de a túl sok hidrogén, a túl sok sav visszaválasztódva a gyomorba, ugye ez okozhat egy túlsavasodást is. Mi van a kávéval? Semlegesnek tartja a szakma, én a koffein és a csersav egyebek miatt egy picit a savasodás felé hajlok. A tápanyagtáblázat szerint semleges, ahogy a vaj is, az olajok is semlegesek. Mit ír a pálinkáról az a rohadt könyv? Pálinka sajnos savasít kifejezetten, az alkohol savasít. Igen, de boris. Gyerekek, nem az... Nincs az, hogy mondjuk pálinkával savasítasz, és ezt egy liter borral lesz lenyomod. Lelugosítod, igen, és egy kis denaturált tesszel lugosítasz, vagy ion cserélt vízzel. Igen. Hát almalével, céklalével és sárgalépalével esetleg azt tudom javasolni. Nagyon jó ötlet. Gyümölcslevek például, amit ad ugye ezek a dobozba, 5 literes gyümölcslevek, ezek milyenek? Sokkal jobbak, 100%-osak, ezek lugosíthatnak. Lényeg az, hogy ha lehet éjgyomorba kerüljön, hogy ne ételre ígyunk almalevet, mert az ugye beerjedésbe savasíthat. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy gyümölcsöt is hogy fogyasztjuk. Ne evés után, evés előtt. A savanyított tejkészítmények, a joghurt és a kefír, az nem savasít. Tehát itt most nem szeretnénk nagy reklámot csinálni ezeknek, hiszen a tejről már beszéltünk, joghurtról beszéltünk, de ami nem gyümölcsjoghurt, hanem natur joghurt, natur kefír, stb. Ezek viszont semleges, gyengén lugosító hatásúak. De mi van akkor az öreg apáinkkal? Mindig ezt kérdezi mindenki. Ugye ették a szalonát, tették a kenyeret, kimentek, dolgoztak, 80 évig éltek, és itták a pálinkát, semmi bajuk nem volt, most meg valaki ránéz egy fehér kenyerre, és mindenki ránc, hogy úristen, mi lesz velem, fehér kenyeret eszem. Jó volt a légzésük, napfényen voltak, a szalonna ugyan savasít, de abszolút elégették a földeken. Igaz, hogy volt lencse, ami savasít, de volt köles is. Tehát fizikailag többet dolgoztak, igen, és ledolgozták. Mintha a régiek, mintha tudták volna helyes arányokat. Tehát volt
oké, volt pálinka, volt szalonna, de nézzétek, nem szalonnát tettek szalonnával. Én úgy emlékezem, hogy a fáról leszették a gyümölcsöt és elfogyasztották. Rengeteg zöldség volt. Hús is kevesebb volt. Igen. Nyerzöldség. Rengeteg, tehát ami idén jellegű volt, azt nagy mennyiségben fogyasztották, föltöltötték a szervezetüket. Sok minden gondol az ember, nem? Hogyha nem a szalonnát emelném ki, hanem mondjuk a gyümölcs-zöldség fogyasztás, elképesztő mennyiségben ették ezeket. A gyerekek is.